Egy mindenki számára ismerős arc, Németh Milán áll a kameránk előtt, és hát azt láthatjuk, hogy a Szombathelyi Haladás VS-e javában tartja a felkészülését, hiszen 30-án itt a bajnoki rajt. Milán, hogy érzed, milyen az a közösség, hogy hol tartotok jelenleg a felkészülésben? A közösség az nagyon jó, nagyon barátságosak a srácok. Én úgy gondolom, hogy foci is van bennük, de ezt megmutatták a tavalyi évben. A felkészülés, én azt mondom, hogy a közepén tart, most elég fáradt a brigád, de úgy gondolom, amit a mester kér, az én nálam maximálisan extra olyan dolgokat mutatott nekem is, amit pályafutásom során nem mindenhol találkoztam vele. Úgyhogy úgy gondolom, hogy a fizikai állapotunk most még ugye a közepén van annak, aminek kéne lenni, de azt maximalizáljuk, akkor nem lesz probléma. Ha jól tudom, vannak olyan napok, amikor napi két edzésre készültök, kett csütörtök, ha jól tudom. Ma pedig péntek estét írunk, egy könnyed bemelegítést látok itt a háttérben. Elvégezni 30-án Csorna lesz az első fordulóba. Mit vártok? Még két hét ugyan hátra van, de sikerülni fog itton tartani 3 pontot? Hát szerintem tudja mindenki, hogy én milyen vagyok. Sajnos én úgy gondolom, az első mérkőzésen nem fogok játszani, mert van 30 nap átfutása annak, hogy a profi szerződésből amatőr lesz. Én szerintem azon akkor nem fogok játszani, de a srácok meg fogják oldani, új lesz nekik ez az egész liga, de remélem, bízom abban, hogy nem lesz probléma, és menni fognak. Hát a harciasságot azt még bele kell egy kicsit vinni, mert itt azért az MB3 az már kicsit erőszakosabb, mint egy megyegy. Több foci is van bent, de úgy gondolom, hogy fiatal a csapat, tanulékony, fel fogja venni a ritmust, és nem lesz probléma. Előtte azonban még Gyirmolton hétvégén egy kupa is vár rátok. Igen, 2 meccs van ott, egy 13:30-kor és egy 17:30-kor. 2x30 perces egy meccs, és utána viszont büntetők vannak. Meg jövő héten van még egy füredi főpróbánk, aztán utána jön a rajt. Mindent bele, és hajrá HVS-e, hajrá Németh Milán! Köszönöm szépen!